Üdvözöllek, kíváncsi diák! Tarts velem a szavak csodálatos világába! Amire szükséged lehet: írószer, füzet, kreatív hozzáállás, összpontosítás, jókedv. A jókedv opcionális, de tudnod kell, hogy hatékonyabb általa tanulás. Mit gondolsz, mit jelenthetnek Albus Dumbledore szavai? A szó a varázslatok kimeríthetetlen forrása. Ebben a videóban azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen hatása van az általunk választott szavaknak. Lássunk munkához! Figyeld meg a képregény képkockáit, majd helyezd őket időrendi sorrendbe. Íme egy lehetséges megoldás. Egy barátságos erdő, barátságos közösségében egy napon váratlan dolog történt. Zebra és zsiráf a szokásos reggeli jogára indultak, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a csíkjaik és a foltjaik helyet cseréltek. Jobb ötlet híján falevelekkel borították be testüket, és felkérték a polgármestert, hogy hívja össze az erdélyi gyűlést. Sok tanakodás és pár váratlan fordulat után minden visszatért a régi kerékvágásba. Vajon mit mondan a zsiráf? Hát harkálja az erdei gyűlésről. Ragadj írószert, és írd meg a két szereplő vallomását. Kérlek, olvasd el az általam elképzelt változatokat. Megfigyelhetted, hogy ugyanazt az eseményt különbözőképpen tudtuk elmesélni, aszerint, hogy kinek a szemszögéből néztük. Robi így szólt édesanyjához. 10-est kaptam biológiából, 4-est adott a történelem tanár. A két esemény nagyon hasonló, Robi mégis különböző megfogalmazásban tálalja. Mi lehet döntésének az oka? A biológia jegyét saját érdemének tulajdonítja, míg a történelem jegyet a tanárnő hibájának. Megfigyelhetted tehát, hogy bár a beszélő ugyanaz a személy, eltérő módon fogalmaz két hasonló esetről, annak függvényében, hogy éppenséggel mi a beszéd szándéka. Például dicsekvés, panaszkodás esetleg. Olvasd el Robi beszélgetését osztálytársával és tanárával. Megfigyelhetted, hogy Robi más-más köszönési formát és kifejezést használ ugyanannak az üzenetnek az átadására, hiszen különbözik a beszédhelyzet. Előbb barátjával, majd tanárával beszél. Nézzük, mi lehet a gond a következő mondataival. Egy pillanat alatt kívánszorogtam az utcára. Nagyi a járókeretével épp most iszkolt el. Egy elefántcsorda tipegett át a hídon. Robi bizonyára tudja, hogy a kiemelt szavak jelentése hasonló, megy, halad, ám nem találja el a helyzeteknek megfelelő árnyalatokat. Nem lehet pillanatok alatt kívánszorogni, mint ahogy járókerettel sem lehet eliszkolni. A tipegés könnyed mozgás, emiatt nehezen elképzelhető, hogy erre képes egy elefántcsorda. Megfigyelhetted tehát, hogy a szavak hangulati hatása befolyásolja a választásunkat, a beszédhelyzet és a beszédszándékunknak megfelelően. Rendszerezd a szavaink kiválasztását, megfogalmazásainkat befolyásoló tényezőket,
Készíts jegyzetet a videóban elhangzottakról. Köszönöm, hogy velem tartottál!